A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi vezet a szorongás kialakulásához, illetve hogy mit tehetünk a gyors megszüntetése érdekében. Szeretettel köszöntök mindenkit! A szorongás szó a latin nyelvben folytást, folytogatást jelent, és hátterében mindig vannak lelki okok, amelyek a legtöbb esetben visszavezethetők gyerekkori problémákra, gyerekkori traumákra, vagy a gyerekkorban nem jól feldolgozott eseményekre. Ezeket a gyerekkori traumákat, problémákat, negatív hatásokat általában felnőtt korban valamilyen aktuális esemény vagy külső társadalmi hatás aktivál, mely események közös jellemzője a félelem, tehát félelmet keltő esemény. Nem is feltétlenül kellenek személyes események, mert ugye az egész társadalmunk eleve tele van megosztó, félelemkeltő, félelmet ébresztő programokkal, amelyeket egyértelműen fentről zúdítanak ránk folyamatosan. Politikai, társadalmi, megélhetési, gazdasági, pénzügyi, egészségügyi félelmeket okozó hírekkel van tele a tévé és az internet. Most is ugye itt volt 2 évig egy vírus a levegőben, ami láthatatlan és bármikor a halálunkat okozhatja, pláne ugye, hogyha nem oltjuk be magunkat. Tökéletesen alkalmas a szorongás aktiválására nagyon sokaknál, és hát többek között ez is az egyik célja, amiért hirdetik nekünk. Amikor szorongunk, fight or flight módban vagyunk, azaz a küzdök, vagy elmenekülőknek a felfokozott állapotában, meg kell küzdjek az ellenséggel, vagy el kell előle menekülnöm. Ebben az állapotban magas a kortizol és az adrenalin szint, tehát a stressz működtetésében résztvevő két fő vegyület a szervezetünkben. Az esetek 99%-ában a szorongást olyan félelem aktiválja, ami nem is valós félelem, hiszen csak a tévében vagy az interneten látjuk a híreket, tehát semmiféle valós tapasztalatunk nincs, ami igazolná, hogy ténylegesen van mitől félnünk. Az agyunkkal és a gondolatainkkal ilyenkor egy olyan helyzetet alakítunk ki a testünkben, mintha tényleg ott lenne velünk szemben a medve, az oroszlán, az ellenséges katona, a kaszás, a gyilkos, aki betör a házunkba, a félelmetes ember a médiában, aki az életünkre tőle a gyilkos vírus, és ezért a testünk aképpen reagál, mintha ezek a veszélyek tényleg ott lennének velünk szemben a szobában. A szorongásból nagyon sokat lehet tanulni, mert ugye gondolj csak bele, a gondolataiddal képes voltál a testedben a fizikai folyamatokat teljesen megváltoztatni, tehát konkrét fizikai tüneteket előidézni, ami azt igazolja, hogy a gondolataiddal ténylegesen hatással tudsz lenni az anyagra. Tehát a gondolataiddal változtattad meg a fizikai testedet, mert kiszárad a szád, elszorul a torkod, izomrángásaid vannak, szédülsz, megemelkedik a kortizol szinted, így nem tudsz aludni, megnő a pulzus számod, izzadsz, és közben semmi nem történik körülötted, tisztán a gondolataiddal és az érzéseiddel idézted ezt elő. Ahhoz, hogy a szorongástól megszabaduljunk, a legeslegfontosabb lépés felfedezni magunkban, megtalálni ezeket a félelem forrásokat, vagy a félelmet tápláló forrást elzárni, például a tévét véglegesen eltávolítani a házból, és a hírportálokat, illetve a közösségi oldalakat kitiltani a mindennapjainkból. Lehetnek persze olyan félelemforrások is, amelyek nem a médiából jönnek, hanem mondjuk egy kisebb probléma okozza, amin elkezdünk agyalni, intenzív ugye a fantáziánk, túlgondoljuk, tehát elkezdünk magunkban apró problémából nagy félelmeket teli eseményeket felépíteni, és akár még a halálig is eljutunk fejben. Álljunk meg egy pár percre, és nézzünk körbe, hogy mi van az életünkben valójában, mit értünk el eddig, milyen az egészségi, párkapcsolati, pénzügyi helyzetünk mondjuk másokhoz képest, és hasonlítsuk össze azzal, ami a fejünkben van. Sokszor a szorongást a saját magunkkal szembeni elvárások gerjesztik, tehát elképzelünk egy csodás életet, vágyunk dolgokra, érzésekre, és közben a valóságban az elképzelt idilli világ nem valósult még meg, így ez az ellentétes helyzet is növeli a szorongás esélyeit. A szorongás esetén mindig az, ami a fejünkben van, sokszorosan fel van erősítve ahhoz képest, ami a valóságban ténylegesen van, tehát valójában egy bolhából csinálunk egy elefántot. A jelenlegi vírus esetében is az a helyzet, hogy ugye semmivel sem halt meg több ember, mondjuk
az előző évekhez képest, mégis a lakosság paráztatása többszöröse annak, mint mondjuk korábban a rendszeres évenkénti influenza vírus alatt. A szorongás negatív következménye a rossz alvás, mely egyéb problémákhoz is vezethet, mint a magas vércukorszint és a memóriaromlás. A szorongás alatt hiány alakul ki az alábbi mikrotápanyagokból, a B-vitaminok, főként a B1, magnézium és a kálium, illetve a bélflóra általában leromlik. A B-vitaminok pótlásához nagyon jó a sörélesztő és a tiszta méhpempő. Reggelente vigyünk be 1 g tiszta méhpempőt, a nap során pedig további 1-2-3 kanál sörélesztő pejhet. A B-vitaminok mennyisége csökken a sok finomított ételtől, tehát például gabonaételek, sütemények, édességek, tehát ezek csökkentése a táplálkozásunkban szintén emeli a B-vitamin szintünket. Szedjük egy jófajta magnézium készítményt is, a kálium bevitelihez pedig ajánlom figyelmetbe az elektronik italport, amelyben magnézium, kálcium is van, illetve az összes nyomelem nagy dózisban. A belek szoros kapcsolatban vannak az agyunk működésével. Szorongás esetén általában az történik, hogy gyengül az emésztés, nem bomlanak le megfelelően az ételek a gyomorban, mert gyenge a gyomorsav, így romlik az egész emésztésünk hatásfoka, sokszor puffadás, bélgáz is jelentkezik. Az almecet vagy az almecet kapszula bevitelével étkezések előtt és közben erősíthetjük a gyomorsavat. Célszerű napi szinten sok probiotikus ételt bevinni, mint ugye kefir, görög joghurt, savanyú káposzta, kovászos uborka. A napi szintű mozgás és a vele járó izzadás szintén sokat segíthet, már a kezdeti időszakban is, például napi szinten futni, úszni, kerékpározni, mivel a fizikai erőkifejtéssel kiizzadjuk a stressz hormonokat. A szabadban eltöltött idő, a séta, parkban, folyó vagy a tó mentén eltöltött idő, az idegrendszerünk azon részét aktiválja, ami a szorongással ellentétes, tehát a szorongást oldhatjuk ezekkel a tevékenységekkel. A gyógynövények közül a két leghatékonyabb az ashwagandha és a sáfrány, amelyekből hatóanyag kivonatot tartalmazó készítményeket célszerű alkalmazni. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a szorongásról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!